Már gyermekkoromban is a szüleimmel rengeteget utaztunk, és így szerettem meg gyakorlatilag ezt a szakmát, és úgy választottam az iskoláimat is az általános iskola elvégzése után, hogy az idegenforgalom területén szeretnék dolgozni. A 90-es években, tehát most már 27 éve mondhatom nyugodtan, idegenvezetéssel kezdtem, és német-olasz nyelven vállaltam külföldre irányuló csoportokat jó pár éven keresztül. Utazási irodában is dolgoztam, illetve vezettem utazási irodát jó pár éven keresztül. A férjemet is egyébként az autóbuszon ismertem meg, és hát így alakult ki az életemben az, hogy gyakorlatilag nem csak a munkám, hanem a kedvtelésem, az egész napomat ezt tölti ki, az utazás szeretete. A 2011-ben egy döntés elé állított minket az élet, és mi úgy döntöttük, hogy megalapítjuk a saját vállalkozásunkat, a Ritalia Travelt. Büszke vagyok arra, hogy ennek most már lassan 8 éve, és azóta is működik a vállalkozásunk, szinte minden évben tudtunk fejleszteni, és voltak olyan szituációk, amik azért nagyon megnehezítették az életünket, de ebből is fel tudtunk állni, és mentünk tovább. Talán az a legszebb része, hogy megkeres minket valaki, akinek az álmai utazását kell megszerveznünk, vágyik valamire, amit abban a pillanatban nem foghat meg, és mi megszervezzük neki, és az úgy fog sikerülni, ahogy ő azt elképzelte. Én egy nagyvárosban is ugyanúgy kezelnék minden egyes utasomat, mint egy kisvárosban. Valóban itt napi és személyes kapcsolat is fűz az utasaimhoz. Gondolok itt arra, hogy a gyermekeimnek, akár a tanárainak szervezek, vagy bármilyen kapcsolatban levő embernek szervezek utazást, de mivel ezt szívvel, lélekkel tesszük, és nagy odaadással, így bízok benne, hogy mindig jól sikerülnek ezek a szervezések.